Fornyák Dóra van jobb átlövőben. Lukács lent a jobb szélen, Hornyák, Kovacsic, Kisfaludi, Háfra és Sacl. Ez tehát a miénk kezdősora Kisévával a kapuban, és ha már Karnik Szabina szóba került, debütáns lehet a mai napon, ha pályára lép akár csak Faluvégi Dorottya, és ugye van két olyan játékosunk, Puhalák Szidónia és Szabó Laura személyében, aki pedig a csütörtöki győri mérkőzésen szerepelt először a magyar válogatott mezében. A Bonaventura testvérek fújják a sípot, és akkor nézzük az első magyar támadást. Hornyáktól kerül tovább a labda, Háfra, majd Kovacsics. Veszter fogta meg, de kapunk egy szabad dobást. Veszter tulajdonképpen a védéseinek a felét az utolsó 10 percben hozta a győri találkozón. 9,5 perccel a vége előtt lőttük az utolsó gólunkat, aztán a folytatásban már nem tudtunk a hollandok kapujába találni, mint ahogyan most ebből a Hornyák Dóra lövésből sem, és futhat a holland válogatott. Dülfer teszi tovább, és eljut a labda a szélre, úgyhogy megvan a hollandok első gólja, a szerzője Malestein. Igen, és ha már Vesztert említetted, az annak is köszönhető, hogy az látszott, hogy a csapat fárad, és nagyon alsókat lőttek neki, ő meg azokat nagyon könnyedén védte. Inkább a felső sarkokat kell célozni, talán azt lehet mondani, hogy Veszter egy nagyszerű kapus, de a felső bombák ki vannak lőve, azokat talán nem mindig éri el, és ezt láttuk Hornyáktól is, láttuk Kovacsistól is, hogy amikor a felső sarok meg volt lőve, azokkal nem nagyon tudott mit kezdeni, viszont ha fárad az ember, akkor előszeretettel inkább az alsókat szokta célozni, úgyhogy talán ez látszott, és ennek is köszönhető, hogy fel tudott az ő teljesítménye is javulni. Láthatok egy pillanatra Helle Thomsent, a hollandok szövetségi kapitányát, aki már nem klubedző Bukarestben. Hornyák, Veszter kivédi, csak kipattanott Smits megfogta. Megint futhatnak a hollandok, Roth, Dülfer, egyelőre ugyanaz a labda útja. Igen, a visszafutás ismét jó volt, nem tudták befejezni a lerohanást. És most cserélik le Dülfert, és érkezik helyette az Abing, aki a hollandok győztes gólját szerezte csütörtökön. Miután Kisfaludi belőtte az utolsó gólunkat, a 18-at, volt egy eladott labdánk, volt egy Puhalák lövés szélről, amit Veszter kivédett, aztán volt Bódinak egy lövése szélről, szintén Veszternél halt el, ez pedig egy 7 méteres, egy sárga lappal megspékelve. Aztán volt egy passzív játék miatt elveszített labdánk, ekkor jött Tomori sérülése, volt Sacrunnak egy lövése szélről, szintén Veszter védett, és a legvégén Kovács Anna próbálkozott középről test mellett, de azt is kifogta a hollandok kapusa. Abing, Kiséva! Egyértelműen megbélyegezte a magyar csapat sorsát a hazai találkozón, hogy az utolsó 8 percben egyetlen egy gólt tudott lőni a csapat, az azért kevés, és annak is volt köszönhető, hogy aztán a hollandok meg tudták fordítani a találkozót. És ugye kétszer is időt kértünk az utolsó 9-9 és fél percben, a végén többször is megpróbáltunk 7-6 ellen játszani, de az sem vezetett eredményre. Veszter bemutat egy újabb védést, Roth óriási lendülettel, most ő maga viszi végig, és lövi a második holland gólt. 2-0. Hornyák lövése. És Roth gólja aztán. Kovacsics. Nem egyértelmű, hogy Nike Roth a motorja ennek a holland csapatnak, és azt is látjuk a Győrben, hogy egyre jobb formában lendül, és egyre jobb formát mutat az elmúlt időszakban, és hát egyértelmű vezéregyenisége a hollandoknak. Van de Heiden fogta be klubtársát, Háfrát. Van de Heiden egy gólt lőtt a magyarországi mérkőzésen, a Debi Bond 6-szor, Yvette Broch ugyancsak 6-szor volt eredményes a holland csapatból. Sacl, az igen! Kellett már nagyon ez a gól, hogy egy picit mindenki megnyugodjon. Igen, ez egy nagyon szép befejezés volt. Így kell kilőni a hosszú sarkot és a felső sarkot. Van de Heiden labdája odaragadt Kisévához. Kovacsics, Hornyák. Páfra.
kár értem, mert egy jó egyéni akció volt. Alig, hanem Kim Rasmussen szóvá tette, hogy hetest is ítélhettek volna. Ezért volt kifelé a kommunikáció a francia játékvezetőtől. Schatzl. Hornyák. Háfra, nagyon bátran. Snelder kap sárgát. Összesen 7 ferencvárosi játékos a mai magyar meccs keretben. Snelder és Van der Heijden tehát a csapattársak ellen játszik. Gyönyörű! Lukács 2-2. Tökéletes ütemben kapta Hornyáktól a labdát. És nagyon jól is fejezte be. Abing. Snelder nem tudta megfogni, és talán lehet ebből indulni. 3-2-ben visszük. Kovacsics! Gól! 2-0 után lőttünk zsinórban 3-at. És ez az önbizalmunknak biztos, hogy jót tesz. Nagyjából 4000-es az Eindhoveni csarnok. Tulajdonképpen telt ház van, és ahogyan láthattuk már a bevezető képekben, azért magyar szurkolók is vannak a helyszínen. Abing nagy gólja. Kijavította az elrontott hetest. Továbbra sincs Estavana Polman, ugye a holland válogatottban. Szakértőként tevékenykedik ott a helyszínen. Február végén sérült meg a bal lába még a klubcsapatában, az Esbjergben. Rajta kívül nincs Kramer, nincs Rosemalen, és nincsen Zimmermann sem. Megvan viszont nagyon. Háfra gólja. Igen, jó volt. Nagyon jó volt, hogy Van der Heijden fölött lőtt át Háfra Noémi. Sokszor tapasztaltam az első mérkőzésen is, hogy középre viszik a befejezéseket, és azért ott Brof és Snelder vagy a magas védők fölött sokkal nehezebb átlőni, és ez egy nagyon jó akció volt, hogy a kettes fölött próbálkozott Noni, és ki is lőtte a hosszú sarkot. Van der Heijden sajnos most akadálytalanul mehetett végig, és ezzel 4-4. Igen, itt volt egy váltáshiba a 2-3-as védő között. Kisfaludi elkísérte a beállót, és Hornyák pedig nem kísérte végig Van der Heijdent. Ezt meg kell beszélni, hogy mi a feladat, ilyenkor szerencsésebb, ha leváltják. Schatzl futott be, és aztán megy vissza a helyére. 9. perc, 4-4. Hornyák. Háfra, Kovacsics. Ó, az igen. Kovacsics második gólja. Talpról, test mellett, ott Van der Heijden mellett. Ismét a csapattárs mellett. Az biztos, hogy jól ismerik egymást, és ez is egy jó befejezés volt. Roth. Van der Heijden. Roth lép el Kovacsics mellett. Szabad dobás. Csak egy ijesztgetés volt Roth részéről. Abing viszont nem ijesztget, hanem a tettek mezeire lép. Egy kihagyott 7 méteres után két hatalmas Abing gól. Nagyon passzívan vártuk és nagyon közel engedtük. Igen, jó volt az előkészítés, ugye volt egy keresztmozgás, Groth előkészített, és Abing jól lőtt át. Az biztos, hogyha nem lépünk rá jól, vagy tüzelni fog, lőni fog, tehát kellene szűrni és segítséget adni a kapusnak, hogy azért elég közel volt, meg kéne próbálni kiérkezni Abingra. Snellernek volt sárgája, és most pedig már van egy 2 perces kiállítása is. Az iménti gólt szerző Abing egyébként az Issy-Paris mezét majd Rostov szerelésére cseréli a következő szezontól. Egyetlen gólja volt a győri mérkőzésen, amit nem hetesből lőtt.
éppen az, amivel a hollandok megnyerték 19-18-ra a meccset. A miénknél 96-ossal Tóth Gabriella a pályán. Háfra le a szélre, Schatzl. Pedig úgy tűnt, hogy nagyon megnézte a vonalat. Igen, ezek szerint mégis rácsúszott a lába. Nem, leérkezett. Igen. Mert vonal nem volt, az biztos. Nem. Pályán Ivet Brach. Nem gyengültek, itt mondjunk. Nem, igen. Roth, Abing. Abing 8-at lőtt a svédeknek a világbajnokság bronzmérkőzésén. Roth, gyönyörű védés Kisévától. Itt is ugye csapattársak harcoltak most egymás ellen. Mind a három kapusát beneveztek, Kim Rasmussen, és Éva mellett Bíró Blanka, és Janulik Kinga is ott van a keretben. Itt pedig tesz Wester, most még Bietigheim kapus, de nyáron ő is klubot vált, egyelőre nem tudni még, hogy hova igazol. A Bing! Lassacskán majd muszáj lesz egy kicsit komolyabban oda menni. Igen, azt láttuk a világbajnokságon is, hogy volt olyan mérkőzés, ahol 14 gólt lőtt, tehát ha nagyon megjött a lövőkedve, és nagyon sül az a kéz, ami a magyar mérkőzésen, nem, győri mérkőzésen nem volt annyira pontos. De szerencsére mindig van rá válasz, és ismét Kovacsics Anikó. Bizony, Abingra a válaszunk Kovacsics Anikó. Mind a ketten három gólnál járnak. Szép egyéni teljesítményét láthattuk, igen. És nyugodtan mondhatjuk, hogy Kovacsics Anikó valóban úgy játszik, ahogyan egy vezérnek játszania kell. Igen, hát ugye itt most Szabó Laurának van nagy feladata, a hármas védőt, Tomorit is kell pótolni, úgymond, hogy nincsen, de hát... Megállítják az órát, és meg kell nézni, hogy mi van Hornyákkal. Igen, fejbe találták. Nincs gond szerencsére. Roth! Menet közben ugye kiegészült a holland válogatott, letelt Snelder büntetése. Roth! Lukácsot találta el. Van de Hayden. Abing. Hornyák lökött rajta egyet. Hornyák négyet lőtt a magyarországi mérkőzésen. Ő volt a legúlerősebb magyar játékos azzal. Abing. Ez így hetes. Igen, belül állt már Lukács Viktória, úgy tudott besegíteni. Malesteint találták meg a falban. Orrtöréssel bajlódott az elmúlt időszakban Antje Malestein, szintén Bietigheim játékos. Abing! Kihagyta a második 7 méteresét is. Félő, hogy a következőre már nem őt fogják oda küldeni. Marad a 6-6 a 14. percben. Hát a három hatalmas gólját keretbe foglalta Abing egy-egy kihagyott büntetővel. Tóth! Háfra! Sikerült neki leszorítani a falat. Ebből jó volt a lövőhelyzet. Jó volt a sánc kapus kapcsolat, nem igazán tudta máshova lőni már ezt az átlövést Noémi. Ez viszont gyönyörű játék, Ivet Brach. Igen. 7-6 nekik. Amiről beszéltünk is, kulcsfontosságú, mikor lerohanásba jönnek ez a hollandok játéka, hogy akár a bal átlövőben, akár a Groth érkezik, biztos, hogy Brochot keresik a falban, és hát elég üresen is maradt. Szépen vált le Szabó Lauráról. És Abingtól kapta a gólpaszt. Kovacsics, Hornyák, Tóth Gabi.
Szép. Szép játék volt, igen. Sirián kapta, és Sirián lőtte a hetedik magyar gólt. Nagyon jó bejátszás volt Kovacsics Anikótól. Tavaly márciusban egy horvátok elleni mérkőzésen debütált a magyar válogatottban Sirián Szederke. Debrecenből Dunói városba szerződik majd a friss hírek szerint. Megint áll az óra. No, hát az első negyed órára én azt hiszem összességében nem lehet panaszunk. Igen, egyértelműen így van, hogy tartja a lépést a magyar csapat, és jól teljesít. Apró hibák vannak, váltásbeli problémák védekezésben is, a beállóval szembeni védekezésre kell jobban koncentrálni, és addigra kilépni, hogyha ő nagy lendülettel érkezik. Előkerült megint a sárga. Hornyák és Szabó Laura, tehát a két hármas védünk. Abing! Aj, de kár érte, rácsúszott. Igen. Lukácsnak a lába a vonalra, pedig meg lett volna a labda. 11-essel Lynn Krippenborg. Buxtehude játékosa. Prócz. Passzívnál támadnak. Kiséva. És akkor megint át lehetne venni a vezetést, amire utoljára 5-4-nél volt példa. Tóth Gabriella. Holland védelemben Broch és Dülfer egymás mellett középen. Tekintély parancsoló, mit mondják? Hornyák. Nagyon magas ez a védőfal. Egységes is. Nagyon nehéz áttörni, ezt látjuk. Tóth Gabi. Belefújtak. Sárga lap. Úgyhogy a passzív veszély az elmúlt. Lehet, hogy már nem sokat vártak volna a játékvezetők a kész feltétellel. Hornyák. Jön a kész passzívon. Tóth Gabi, Westerwéd. Prócz. Ezeket a lövéseket nagyon jól érzi Wester, amikor már a játékos leviszi a kezét, akkor ő számít ezekre a lövésekre. A visszarendeződést megoldottuk. Viszont Prócz fölé lövi. Oda néz a játékvezetőre, nem kapott ítéletet. Itt azért a cserénk nem volt tökéletes. Igen. Hát lefutott Sirián Szederke, nem biztos, hogy le kellett volna már menni. Hát így nem ért be még Szabó a helyére. Úgy látom, nem a kozmetikusok dolgoztak rosszul Ivet Broch arcán. Tóth Gabi. Kovacsics, szép! Szép volt. Igen! Itt van a magyar szurkolók egy csoportja, ők tapsolnak Kovacsics Anikó negyedik góljának. Igen, ez első mérkőzésen is az időkérések azt kérte Kim Rasmussen, hogy mozgassák a falat, és próbálják széthúzni ezt az egységes holland falat, és egyezésekre talán akkor úgy nagyobb hely nyílik, és ezt láttuk most, Kovacs is nagyon jól használta ki, hogy egy-egyben meg tudta verni a védőjét. Abi! Belül jött Ivet Broch. Vissza is vették, le is fújták. Hornyák. No, most becsüljük meg a labdát, és lőjünk egy szép gólt belőle. Lőjetünk akár csúnyát is, persze. Olyan még úgyse volt a mai napon, hogy kettővel vezessünk. Sirián már bent a beálló pozícióban. És érkezik a jobb szélre faluvégi Dorottya. Újoncot avat tehát e pillanatban a magyar válogatott. Tóth Gabi. Volt benne önbizalom. Igen, és már
A felső volt megcélozva, aminek én örülök is, csak ez egy kicsit fölé ment ez a befejezés. Mit van Varg? 2 perc. Hornyákat állítják ki. Az előbb ő kapta a sárgát. Most ezt megdobták 2 perccel. Rót. Először kerültünk ember hátrányba. Van de Hayden, az belemenés. Az nagyon szép védekezés volt. Gyönyörű volt, hogy falu végig oda lépett oda, igen, Ugrabi mellé. Végi. Pályán Kovács Anna is. Igen, ugye üres a magyar kapu most. Tóth Gabi. Kovács. Szép. Mint ahogyan szép volt sajnos Wester védése is. Kovács Anikó most nem tudott túljárni a holland kapus eszén. Nem baj, de nagyon... időt nyertünk. Igen. Most még támadhatunk, és így telik a kiállítás is legalább. Kovács. Tóth Gabi próbált meg kibújni. Magyar szabaddobás. Peregnek a másodpercek, már csak 40 van a kiállításból. Kovács Anna. Most tették föl passzívra. Kovacsics, Tóth. Elvették tőle. Wester indít. Smits. Megvan! Nincs meg! Kár érte. Ez nem melyik volt törvény a fizikának, ami így befújta ezt a labdát? Igen, nem volt szerencséje kis Évának, mert szépen védett aztán. Ha jól láttam, talán a kapufáról utána becsavarodott a labda. 8-8. Bármennyire is nem tetszett nekünk, ez a tény. Viszont kiegészültünk, és ez is valami. Igen, és azt is el kell mondani, hogy Kim Rasmussen jól forgatja a csapatot. Én azt próbál mindenkinek megfelelő játék lehetőséget adni, akik egy kicsit többet pályán voltak, őket is azért cseréli. Elég sokat variált ugye a magyar kapitány az első mérkőzésen is. Tóth Gabi. Számított rá Ivet Brock. 8 perc a félidőből. 8-8, csupa 8-as. Kovács Annát sáncolta Ledülfer. Hát igen, ott nem könnyű a 2 sánc fölött átlőni. Nem tudtuk sajnos Szabó Laurát becserélni egyelőre. Abing. Az most egy jó kilépés volt, igen. Van de Hayden. Ott maradt sajnos Smits, ott maradt a labda, nem sajnos, kis éva alatt. Jó ütembe zárta össze a lábát, és nem tudták ellőni a lába között a labdát, szép védés volt Kiséváltól. Visszajött Hornyák, jobb átlövő pozícióba. Kiséva remek teljesítményt nyújt. Hornyák, Wester, és a kipattanó. Wester ezt is kivédi, még egy kipattanó, 7-es. De borzasztóan érezheti magát most Tess Wester, mert amit lehetett, azt ő megtette. Igen, mindent megtett, igen.
sőt talán még annál többet is. A társak nem nagyon figyeltek a kipattanóra, szerencsénkre. Háfra lövése, faluvégi lövése. Igen, jó lett volna faluvégi lövése is, ha nem fél magas, hanem a felső sarkot célozza. Elég nagy szöge volt a befejezésre. Az első hetesünk, Kovács Anna. És egy ide, 6 perccel a félidő vége előtt. Igen, ilyen szempontból a találkozó nagyon hasonlít a hazaira. Itt is azért az jellemző, hogy egy ide, egy oda, X a mérkőzés. Aminek nagyon, nagyon örülünk, mert a csapat tényleg jól teljesít, a magyar csapat. Amíg rosszul célzott, emiatt sem vagyunk bánatosak. És ugye korábban többször lett volna már esélyünk a plusz kettőre. Jó lenne most már egy ilyen lehetőséget kihasználni valóban. Tóth Gabi, Hornyák. Dölfert láttuk, Kopenhágában játszik, akár csak Debbie Bond. Háfra, Schatzl, Wester. Roth, Van de Heyden, kettest adnak. És szépen védte. Wester számított erre a lövésre. Abingot valóban elhozták a büntetőtől, és ez nekünk valóban nem jött jól, mert Nike Roth belőtte. 9-9. Roth második gólja. Hornyák. Tóth Gabi. Puhalák van lent a bal szélen a mieinknél. Történt egy újabb csere tehát. Kiriánnal szemben egy szabálytalanság. És ugye most azért nagy kérdés, hogy ezekben a percekben majd hogyan oldjuk meg a támadásainkat Kovacsics Anikó nélkül. Tóth Gabi visszafutása, Van de Heyden, és kisém a bravúrja, de hetes és kiállítás. Nem esett túl jól Van der Heyden. Bíró Blanka jön majd a 7 métereshez. Van der Heyden jól van. És akkor megbontjuk ugye a Győr-Győr párharcot. Egy Győr-Fradi meccsre, Roth ezt is megnyerte. És ezzel fordít a holland csapat. Visszajön Kovacsics Anikó. Tóth Gabi. Kovacsics, hetes. Ez is egy nagyon jó játék volt, tényleg meg volt mozgatva a fal. Ivedbrock kilépett, Kovacsics pedig jól indult el mellette, jól ismerte föl a helyzetet, hogy ott lehet keresni valója. Ivedbrock kapott 2 perces kiállítást. Helle Thomsen.
és Kovács Anna a hetessel. Oh! Igen. 10-10. És a mi kiállításunkat azt nem indították el az előbb ott fönt az órán. Igen, azt nem láttuk, hogy mennyi van még belőle. A Bing. 6 az 5-be támad, és üres a kapu. Gyönyörű labdaszerzés, Puhalák, gól! Szép helyzet. Jó, hogy felnézett Puhalák Szidónia. Lőtt 2-t az első mérkőzésen, és megvan ma az első saját térféről. Oda szépen beívelte. Igen. Eleve nagyon jó volt a védekezése és a labdaszerzése is. Waar zowel de dames als de heren van het Nederlands handbalteam bij aanwezig zijn. Van 1 uur 's middags tot 5 uur 's avonds. Tűnik, hogy a magyar oldalon nincs mikrofon. Néhány perccel a kezdés előtt a holland televízió riportere megkérdezte Helle Thomsent, hogy most akkor mi újság ezzel a bukaresti történettel. Helle Thomsen egészen nyugodtan tűrte a kérdést, és azt mondta, a bukaresti klub más edzőt akart, már meg is találták, ő pedig természetesen mostantól csak a holland válogatottra akar összpontosítani. Nem vette zokon a kérdést, válaszolt rá, semmit nem mondott persze, ami érdemleges lett volna. Nem, tehát ez egyértelmű, szerintem nem szerencsés ilyenkor az edzőt neki ilyen kérdést feltenni. Egyértelmű, hogy ő most nem azzal foglalkozik, hogy mi történt Bukarestben, hanem azzal, hogy a holland válogatott minél jobban szerepeljen. Roth. És azt mondta, természetesen semmiben nem befolyásolja az itteni munkáját, az, hogy aktuálisan van-e klubcsapata, vagy nincs. Abing. Több hiba után újra betalál. És 11-11-re módosítja az eredményt. Szóval, hogy megint hátráltunk. Igen, azt látszott nagyon szépen itt a visszajátszásban, szeretett volna Laura vele szembe. Inkább még egy lépés és találkozni a lövőkézzel, aztán szerencsésebb. Hátra az helyzet, és gól is. Hátra Noémi második gólja. Igen, itt már ugye kiegészültünk, és nagyon jó volt az emberelőnynek a kihasználása, jó játék volt. Abing! Kiegészülnek a hollandok is most már. Roth, meg tudott szabadulni a labdától, és letette a szélre Smécnek. De van fél percünk, hogy a vezető gólt meg tudjuk szerezni még a fél idő előtt. Kim Rasmussen időt is kér. Roth azért szórja a gólpasszokat a társaknak. Long, maybe get a foul, and then we start again, okay? And we start again. We go West Brom. We go wide here, then we have the block on, this is Ketcho, this is Harum, so we go wide, go here, and go around, then make pass, and make full speed, possible pass here, or go in, okay? Dodo, you be here, Noni, in, okay? Noni, go. So, first pass around, then make get some foul, they will tackle, and then build up again. Let's man go wide, okay? No, időnk van, és most már azt is tudjuk, hogy miből szeretne gólt látni a kapitány. Igen, és láthatjuk, hogy a Veszprém figurából lesz-e gól aztán a végén. Itt lesz majd egy helycsere, Kovács Csanikó fog kettesbe menni.
fordulat után indítják el a figurát. Igen, ugye ezt eddig tudtuk, hogy ez lesz. És most van a helycsere. És ebből kár a kapufáját. Jó erős lövés volt. És le is telt a 30 perc, amit kiszabtak az első félidőre. 12-12. Én azt hiszem, hogy talán még többet is kaptunk annál, mint amit vártunk előzetesen. Igen, ugyanaz a játékképe, amit az első mérkőzésen is láttunk, hogy a csapat jól küzd, jól harcol, jó a védekezés, egy-egy hiba van, de azt utána javítják, és tényleg forgatva is van a csapat, hogy nem mindenki pályára lépett, tehát azért lehetett például Kovacsicsot is, Hornyákot is egy picit pihentetni, akik talán több játékidőt töltenek a pályán, de az látszik, hogy jól játszanak, jó labdajáratás felállt fel ellen is, jók az egyezések. Kovacsics azt gondolom, hogy nagyon jól játszik, jól mozgatja a csapatot, vagy bárki, aki oda kerül, azt hiszem, hogy hozzá tud tenni, apró hiba van. Szerencsére nagyon kevés a technikai hiba a találkozón, és azért a visszafutások is viszonylag rendezettek. Kedves nézők, ez volt tehát az első félidő, 30 perc után Hollandia-Magyarország, 12-12. Kedves nézők, rövidesen folytatódik Eindhovenben a Hollandia-Magyarország női kézilabda Európa-bajnoki selejtező mérkőzés. 30 perc játék után 12-12-re állnak a csapatok, úgy, hogy két gólnál nagyobb különbség nem volt egyszer sem a mérkőzésen. Az első két gólt a hollandok lőtték, aztán fordítottunk, vezettünk többször. Lett volna nekünk is lehetőségünk arra, hogy kettővel ellépjünk, az nem sikerült, de az első 30 perc láttán én azt hiszem, mindenképpen elégedettek lehetünk, és akkor már csak ilyen 30 percet kell még hozzátenni, hogy még jobb legyen a kedvünk a végén. Igen, nagyon jól mondott, pontosan az első fél időt kell megismételni, és akkor azt lehet mondani, hogy a csapat jól teljesített, tényleg nagyon jól helytálltak, és jó egyéni teljesítményeket is láttunk az első fél időben, ugye Kis Éva a kapuba jól védett, volt zicsere is, volt, amikor szerencsésen volt, de olyan nagyon nagy hibát nem láttunk tőle sem, és igazából a csapatból is mindenkit ki lehet emelni, hogy amit a pályán volt, ott tényleg végig küzdős volt. Azt hiszem, hogy a támadó játék az kicsit úgy tűnik, mintha jobb lenne, mint amit a hazai mérkőzésen játszott a csapat. Tehát ugye van még egy fél idő, az lesz fontos tényleg, hogy ne fáradjanak el, és ne legyen olyan holtpont, hogy mondjuk 8-9 percig nem tud a csapat gólt lőni, mert az meghatározó volt ugye a hazai találkozón is. A második fél időt majd a holland válogatott kezdi. Itt pedig a minden dicséretet megérdemlő és jó a szurkolóknak, igen, és a magyar szurkolóknak is tetszik, amit látnak. Jó volt hallani a hangjukat mérkőzés közben is, pedig olyan sokan azért nincsenek, de mégis hallatták a hangukat. Ivet Broch kezében a labda, Kis Éva marad a magyar válogatott kapujában, hogy az első meccsen Bíró Blanka nagyszerűen védett. Krót. Van Olfen játszik jobb átlövő poszton. Szintén EBVB ezüstérmes játékos. Viborg kézilabdása. Megjött Debi Bont a jobb szélre, aki az egyik legjobb holland volt a győri találkozón. Ez óriási gól sajnos Van Olfen. Ennél jobban kicentizni, vagy kimilizni inkább nem lehetett volna. Igen, pedig Kis Éva mozdult rá, de hát nem sok esélye volt ezt elérni, nagyon pontos lövés volt. Hornyák, Háfra és Kovacsics a belső posztokon. Kisfaludi a beállónk. Puhalák és Lukács van lent a két szélen. Háfra! Is kapott egy kis figyelmeztetést. Háfra.
Kovacsics föltették passzívra. Háfra, szép! Pimasz lövés volt. Igen, nagyon ütemtelen, és ugye a kapus nem sokat láthatott belőle, mert nagyon takart volt a lövés. Szép egyéni befejezés volt ez is tőle, Áfra Noémitól. Ez a harmadik gólja. Igen, arra nagyon esély nincs, hogy átlövésből a magas falat át lehessen lőni. Itt is láttuk, hogy ezért fent számítottak a lövés, és nagyon jól lőtt el a testük mellett. Habing. Van Olfen. Kovacsics lépett oda Krótra. Van Olfen, megvan, Kiséva. Bravo! Igen, itt jó volt a védekezés is, mert volt azért itt sánc is, vagy ütközés a lövőkarra, volt kilépési szándék, ezáltal azért a lövés sem tudott olyan pontos lenni, Kiséva jól érezte, hogy hova fog jönni a befejezés. Kovacsics. Megint nála, Kisfaludinak pattintotta volna oda, elakadt a labda a tömegben. Igen, jó lenne, ha meg lehetne játszani azért a beállókat is, egyszer-egyszer is onnan is lenne kapura lövés, az egy kicsit azt eredményezté, hogy jobban kell koncentrálni a beállósokra, és ezáltal talán könnyebben lehet átlőni a falat. Hát nem egyszerű ebben a holland falban érvényesülni a beálló játékosnak sem. Hornyák labdáját védte az előbb Wester, itt pedig Smits lövi a 14. holland gólt. Három gólos. Tess Westerhez hasonlóan ő is elhagyja majd a Bietigheim csapatát. De nála is kérdés még, hogy mi lesz a következő állomás. Milyen Koszovót verték még az első fordulóban 37-12-re. Aztán a fehér oroszok ellen sikerült 25-18-ra nyerni idegenben. Ugye a továbbjutás szempontjából az nagyon-nagyon fontos siker volt. A hollandok pedig 33-21 fehér Oroszország ellen és 40-12 Koszovó ellen. Az volt az első két fordulós teljesítményük, Lukács! Szép játék, de milyen védés Kisévától! És hát, ha még egy gyors gólt is tudnánk lőni, nem baj, majd lövünk. Felállt védelem ellen. Az első meccsen Bíró Blanka remekelt a kapuban, ma Kiséva eddig. Háfra! A másik oldalon meg Tess Wester. Ki viszont egyértelműen felülmúlja azt a produkciót, amit Győrben produkált. Megvan a labda. Kisfaludi. Nem nagyon volt lehetőség a befejezésre. Gyors ellentámadásra a megszerzett labdából. Passzívnál támadunk, Háfra indul el kifelé. Nehezen indítottuk el a figurát, és egyből passzív lett. Feltették a Bonaventura testvérek a kezüket, viszont nagyon jól oldatta meg ezt a helyzetet Háfra Noémi. Megállítják az órát. Igen, nagyon jó volt a testsele. Úgy látszott, hogy ellövi. Igen, úgy látszott, hogy ellövi. Mert szembe sáncoltak, és aztán szépen bújt be a résen. Kovacsics. Megmozgatta Westert, és úgy lövi az ötödik gólját. Megint egy kis arasszal, mi vagyunk előnébe. És a 15 magyar gólból 5 Kovacsics Anikó nevéhez fűződik.
Háfra lőtt 3-at, Kovács Anna és Lukács 2-2-t. Nagyon jó volt a véd. Áj, de kár érte. Lukácsot állítják ki kétkezes lökés miatt. A második kiállításunk nem kettő volt a hollandoknak is. Szabálytalanságnak. Hát mindjárt meglátjuk talán, hogy mit láttak a bírók. Ezt már nem. És ez sajnos nem azt jelenti, hogy semmit nem láttak. Igen, mert ők látták a szabálytalanságot a védekezésben. Roth. Kiséva, fogjuk meg a kipattanót. Kár érte. Szép védés volt Évától ismét. Roth. És Kiséva ezt is megfogja. Rövid időn belül a második párharc, amit lehozott Kiséva győztesen Yvette Broch ellen. Igen, hát ez is látszik, hogy jól ismeri Yvette Brochot. Mi a kedvenc sarok, és mit szeret ebből lőni, és nagyon jól védett Kiséva. Fontos védés volt. Kapus nélkül támadunk. Na hát, ha most sikerül a plusz kettő. Kovacsic. Tóth Gabi. Most sikerül bizony. Mégpedig egy Hornyák góllal. 16-14. Ez is egy nagyon pontos befejezés volt. Mehet tovább. Nagyon egyértelműen mutatta a francia játékvezető. Ezt a 8 percet, ezt 4-2-re megnyertük. Kovacsics. Tehát vezettünk ugye az első mérkőzésen is. Ismét passzív a játék. Kovacsics Anikó lövését kivédi Wester. Kiegészültünk, és ez is valami. Az meg valami egészen szenzációs, amit Kiséva művel. Igen, a beállókkal szemben nagyon nagy fölényben van Kiséva, mert nem nagyon tudna neki gólt lőni, főleg itt a második félidőben. A helyzeteik megvannak a hollandoknak, de Kiséván nem tudnak aztán átjutni, és nagyon szépen védi ezeket a lövéseket. Kétszer Broch, egyszer Sneller. Kovacsics. Az is jó. Eligazította Kovacsics is az övéit, és ugyanezt teszi Wester a védőkkel. Igen, elmondta a dupla figurát, és abból, hogy mi a továbbjáték. Hordják lövések, pattan a kapufára, csattan a kapufán. Igen, ilyet az első félidő végén is láttunk. Kisfaludi. Kovacsics. Roth tovább tudta még tenni Kiséva! Broch cserét fog kérni, ha ez így megy tovább. Fantasztikus, amit most Kiséva művel. Csak most jó lenne ebből a periódusból a lehető legtöbbet kihozni. Igen. Amíg nem nagyon tudnak a hollandok Kisévának gólt lőni. Roth. Hogy aztán adott esetben legyen miből gazdálkodni még a mérkőzés végéhez közeledve majd. Van Olfen. Van
most tették föl. Kroot. Az a gól. Igen, ez egy nagyon szép előkészítés volt a Bingnak, kettő zárás. Itt látjuk, hogy mennyire leszorították a falat. Milyen pontosan tudta kilőni a rövid felső sarkot. Tóth Gabi. Hát semmi gond nincs, menni kell tovább. És lőni kéne az újabb gólokat. Nem adják meg Puhalákét sajnos. Belépett a vonalra. Igen. Belépett, nem leért, mert még talán egy leérés előtt egy kicsivel előtt a labdát. Pont próbál meg befutni. Van de Heiden, Abing, Van de Heiden, Groot. Groot, vigyázzunk. Ne legyen kiállítás, de határozottan, keményen lehet, sőt, kell is védekezni. Megint Groot kap figyelmeztetés, hogy ne fogja be az ellenfél játékosának karját. Igen, és azáltal, hogy a szélső befut, ezáltal látjuk, hogy tudunk szélről bejjebb tolódni védekezésben, és egységesebb a magyar fal is ezáltal. Amíg egyenlít, úgyhogy kis Éva is hozzáért. Igen, itt láttuk, hogy azáltal, hogy viszont a szélső befutott, volt egy kicsi elszámolás a védekezésben, mert a hármas védőnek kellett volna jobban odalépni a Bingra. Háfra! Hornyák. Visszajött Lukács a jobb szélre, gyönyörű háfra gól. De milyen szép! Igen, nem kell felugrani, hogyha középen van, hanem így kell ellenni test mellett, mert ebből nem sokat lát Veszter a kapuba. A negyedik gólja Háfra Noéminek. És továbbra is nagyon-nagyon komoly fejtörést okozunk a holland csapatnak. Azért ez látszott Helle Thomsen gesztusain. Van Heiden. Elvették. És lehet indítani. Nem mert a Hornyák elindítani. Puhalák Szidóniának volt előnye. Nem baj, fel lehet állni, felállt fel ellen, és mert a labdajáratás és a figura indítása. Tóth Gabi. Dobást kapunk a Hornyák ellen elkövetett szabálytalanságért. Hornyák hetes szeretett volna. Tizenötödik perc a második félidőben. Lukács, gól! Milyen szépen, türelmesen játszottunk. Igen, nagyon jó. Tényleg jól volt elindítva bal oldalról a húzás is kifele, és abból aztán meg volt Lukácsnak a megfelelő hely, hogy be tudott ugrani és be tudta lőni a helyzetet. Van de Heiden.
Roth, oh. Ajaj. Igen, két perces hetes kiállítás. Lesz. Szabó Laura. Igen, hát ez most Rothnak a rutinja volt egyértelműen, megtalálta Szabó Laurát, aki egy az egybe nagyon nagy helyen maradt, és lábbal megverte Mika Groth. Van a helyen, Kis Éva. Fantasztikus, amit Kis Éva nyújt a kapuba. Az első fél időben is jól védett, de azt hiszem, hogy ehhez még bőven hozzátesz a második fél időben. Nagyon nagy bravúrjai vannak. Na, most érkezik Kisfaludi, úgyhogy csak hatan vagyunk kapus nélkül. Ismét passzív a támadásunk. Kovacsics! El kell lőni Kovacsicsnak, nem. Sőt már nem is volt esélye ellőni sem. Roth viszi tovább, és lő gólt. A negyedik gólja. Az vagy egy percig még mindig ember hátrányban fogunk játszani. Bölcs döntés volt Hornyáktól, hogy elengedte, és nem rántotta vissza. Igen. Hornyák el is fáradt, meg is kapja a pihenőjét, lehetett látni már a mozgásán. Tóth Gabi, Puhalák. Kicsit azt éreztem, hogy be lehetett volna vállalni szélen ezt a befejezést. Megint föltették passzívra. Kovács is próbálta meglepni Tess Westert. Időt kér Helle Thomsen. A hollandok első időkérése a második félidőben. Hátra van még 13 perc. Hát ami megy lefelé, az az ömé. Abing 7-szer. Igen, ez egy elég gyors gól volt. Elfogyott a két gól. Tehát fel lehet tölteni még a készletet. Háfra. Tóth Gabi. Kovacsics. Nem. Roth lefülelte. Malestein, Kis Éva. Miénk a kipattanó. Óriási érdemei vannak Kis Évának abban, hogy így állunk. Ez egyértelmű tényleg, hogy ez neki köszönhető, mert hogy nagyon sok zicsert megfogott, többek közt ezt is most. Tóth Gabi,
Kovacsics le tudta még tenni a szélre, jó! Puhalák! Micsoda passz volt Kovacsicstól! Igen, hát Kovacsics nagyon jól játszik, gólerősen is, és nagyon jól szolgálja ki a társakat. Van de Heiden. 19-18. Ennyi volt a győri mérkőzés a hollandoknak. De itt most még messze nincs vége. Van de Heiden. Óvatosan védekezzünk azért, amennyire lehet. Hát igen, amennyire lehet, de azért a 2-3-as védőnk egy új... Ó. Igen, folyamatosan a falban Snelder azért tevékenykedik, most jól lehetett, nem tudom, visszajátszák-e esetleg, hogy lehet-e látni, hogy lerántja. Hát... Igen, Háfra Noémit egy kicsit lerántotta, vagy hát mind a ketten fogták egymás mezét, és Háfra ebből esett el. Hát kis túlzásra ugye két tinédzser védekezett ott középen. Igen, igen. Hármas pozícióban. És hát azt nem lehet mondani, hogy összeszokott párost alkotnának hármas védőben, és ennek ellenére helyt állnak. Roth! Megvan? Csak jó labdaszerzés Lukács-tól. Megvan. Jaj, de megkapjuk, igen. Na, először jött ki a sodrából az Eindhoveni publikum. Igen. A nézőknek most nem annyira tetszik, de ezt mi nem bánjuk, hogy a miénk a labda. Megérdem Lukács Viktória, mert komolyan harcolt érte. A Bing lökött is egyet, meg aztán itt bele is focizott egy picit. Szabó. Kovacsics. Gyönyörű játék. Szép. Igen. Szabó Laura gólja. Az érdi páros összjátékot láthattuk most. Ugye Tóth Gabi játszotta be neki a labdát. Kilenc perc. Meg lehet nyerni ezt a mérkőzést. Van de Heiden. Roth. Ajaj, az úgy nagyon tiszta helyzet. Igen. Rothnak az ötödik gólja. Ez eléggé... Összekuszálódtak a szálak védekezésben. Igen, a sok keresztmozgás nem nagyon tudta a védőfal követni már. És ebből nagyon nagy helye volt Rothnak a szélen. Tehát inkább a kettes pozícióban. Ők komolyan gondolták, hogy ezt elengedik. És jön Hornyág bal átlövőbe. Egy csere Kovacsicssal. Hornyák. Háfra. Kibújik. Épp. Hetest adnak. Nagyon szép egyéni akció volt Háfra Noémitől. Kovacsics. Jaj. Akartam mondani, hogy megérdemelte volna a gólt, most már jobban is jártunk volna, hogyha megadják inkább. Nagyon fölé ment ez a 7 méteres. Van de Heiden, fordítanak a hollandok. Igen, nagyon fontos lesz ez az utolsó 7 perc még.
végig kell küzdeni tényleg, mert azt lehet mondani, hogy eddig nagyon jól teljesít a csapat, és nagyon jó ezt látni. Fontos az, hogy még itt az utolsó 7 percben összeszorítsák a fogukat. Hárman csimpaszkodtak az imént Roth nyakán, abból tudta tovább játszani, és hozta helyzetbe Van de Heydent. Igen, hát ez a rutin, amivel több van neki, és a több mérkőzés szám az ilyen hőfokú mérkőzés szám. Egyértelműen ennek köszönhető. She's here, so like this, and then quick pass, ready for this. There are good chances here. Take wide, pass, pass, wide, pass, and then attack. Hey, defense, it's Nick and Moon, and I can take her away, or you have to go closer. Hey, let's go! Na, hát azt mondta Kim László, hogy megvan az esélyünk, és ragadjuk meg az esélyt. A mérkőzés során már többször bizonyította a csapat, hogy képes megfordítani ilyen állást. ...18-16-ra vezettünk, onnan 2-t lőttünk és 5-öt kaptunk. Kovacsics. Hát ugye elsődleges kérdés, hogy fizikálisan bírjuk-e a hajrát. Igen. Hornyák. Háfra, vissza is rántották még ráadásul. Már az előzőben is benne volt egy 2 perc lehetősége, mert nagyon a fej környékére ment a szabálytalanság. Ez is. Háfra 5 gólos. Nagyszerű teljesítményt nyújt ő is. ...21-21. Prót. Ajj. Hetes. És 2 itt is egy kiállítás. Hornyák Dórának. Nagyon kár ezért a bejátszásért, hogy eljutott Snelderig. Roth. Kis Éva kivédi. És megvan a kipattanói szerencsére. Brilliáns. Brilliáns. A negyedik hetes, amit a hollandok elhibáznak. Ebből egy volt, amit Lois Abing fölé lőtt. A további 3-at Kis Éva kivédte. Tóth Gabi. Háfra. Viszont most muszáj lenne gólt lőjünk, hogy kedvező pozícióban menjünk be az utolsó 5 percbe. Nem tudtunk gólt lőni. Igen, ezek a passzok, amik a fáradtság számlájára írhatok már egy kicsit. Van de Heyden. Van de Heyden. Csodás. Köszönjük szépen. Szélső már elindult, lefutott, mert ugye üres volt a kapu. És ilyenkor a szélsőnek a feladata lefutni, hogy beérjen Tesfeszer a kapuba. Ismét támadhatunk. Fontos, hogy az idővel is játszunk. Kovacsics, és fontos, hogy gólt lőjünk. Kivárnak a bírók, igen. 6 gólnál Kovacsics Anikó. Javította az előző rossz paszt a mostani góljával. 21-20 után mi lőttünk 2-t.
4 perc van a mérkőzésből. Igen. Hoppá, az a miénk! És üres a kapu. Ajj, de kár érte, nem baj. Itt van Abink hibája. Igen, 2 perc. Kicsit visszahúzta Szabó Laurát, így nem tudta elindítani az induló szélsőjét. Egyértelmű a 2 perces kiállítás. Ráadásul kiegészültünk, úgyhogy ez csak nem 2 teljes perc ember előnyben. Hornyák! Nagyon fontos, hogy türelmesen használjuk ki az ember előnyös lehetőséget. Lukács, gól! 23-21. Lukács negyedszer. Van Leheiden. És most bent van Dülfer is támadásban. Igen. Koncentrálni kell a beálló játékra, és Van der Heidenre inkább. Az belemenés. Aki belement. Nagyon jó volt vele szembe a védekezés. Szabó Laura is nagyon jól teljesít. Védekezésben is, támadásban is nagyot harcol. Hornyák! De kell még gól. Nagyon kellene egy gól még. Hornyák, Kovacsics. Hornyák, Puhalák. Önt a kéz passzívon. Kovacsics. Még támadhatunk. Az lenne az igazi, hogyha a passzív végén sikerülne gólt lőni. Kettő perc. Ki fognak egészülni a hollandok? Yes. Ebből az emberelőnyből most igazán nem tudtunk komoly tőkét kovácsolni. Ilyen jó volt a védekezés Snellerrel szemben. Nagyon kicsin múlott, hogy megszerezze a magyar válogatott a labdát. Szép kis Éva! Leszette Dülferlövését! Na most aztán lehet nyugodtan passzívig támadni. Azért az fontos, hogy ne korán rakják föl a kezüket a bírók, tehát kell akciót indítani, faltolás, kierőltetni. Van még ugye időkérésünk is. Hogy kiharcolni. Kovacsics. Hornyák. Kovacsics visszakapja, löknek rajta egyet, ez a passz elakadt, figyeljünk! Ajj, de kár érte, nem számított Hornyák Dóra. Krót! Hogy jönnek a labdáért. Nikke Krót 6. gólja, 3 az első, 3 a második fél időben. Úgy nézett ki egy pillanatra, hogy meg lehet. Igen, hát ez most egy kicsi kihagyás volt Hornyák Dórától, hogy azt hitte, hogy van ideje bőven felszedni a labdát, mert nem jön senki. 29.08-nál áll az óra. Van még időkérésünk. Lehetett látni az előbb, hogy Kim Rasmussen kihívta magához Kovacsics Anikót. Egyeztették a haditervet erre a támadásra. És ez kulcsfontosságú akció, hiszen ezzel meg lehet nyerni a mérkőzést. Volt már 2 meccslabdánk, azokat nem tudtuk értékesíteni. Hornyák! A labdát eladni tilos, ez nem is kérdés. Puhalák! Oh! Leért sajnos, meg. Igen. Nem adták meg. Vagy belépett. Oh.
Hú, de kár értem, mert nagyon korán jött ez a befejezés, tehát a hollandoknak még lesz bőven idejük a támadás építésre. Most Helle Thomsen időkérése. Position. You go hard here. Mika, you go hard here. Right, you're coming here. Shoot. Play the line player. This is the chance. We have 19 seconds. Oh, yeah, exactly. And remember, Angela, you are running early. Yeah. I don't know whether that's 6 seconds. Yeah. And you can see when Laura go hard, Mika has the ball, then you are running. Then remember, you don't have a win position. Yeah. Okay? Hey! Na, megkapták a kellő instrukciókat a hollandok. És heten vannak a hat ellen természetesen. Igen, ez várható volt. Ebben a helyzetben hiszen van két nagyon jó beállója a holland válogatottnak. És hát láttuk is tőlük ezt a játékot már több vízben is. Ott tovább az óriási gól. És? Belefújtak a bírók? Nem adták meg. Nem adták meg. Megnyertük a meccset. De letelt az idő? Láttuk a csodálkozó holland szurkolókat, meg láttuk azt, hogy táncolnak a magyar lányok. Letelt az idő? Igen. Hát na, ez nézzük. Fantasztikus. Van der Heijden. Rót. És ott azt lefújták. Ott Szeldernek szabálytalanságát. Így van, Szeldernek a zárását vették el. Igen, itt látszik majd, ahogy húzza. Háfra Noémit Háfra barját. Noémit, igen. Volt abban egy kis kilépni. Színészet is, de nem baj, hát ezt így kell. Hát ezt nem. Így kell. Megnyertük a meccset 23-22-re. Nincs ebben semmilyen színészet. Tényleg...